Jó estét kívánok, kedves nézők! Jön tehát a Ferencváros Szolnok összecsapás a Liga Kupa harmadik fordulójából, és érkeznek a csapatok is. Valóban a Ferencvárosnál többnyire azok kapnak lehetőséget, akik az utóbbi időben talán kevesebbet. A Szolnoknál viszont heten vannak ott a hétvégén a Balmazújvárost legyőző szolnoki kezdő 11-ből. Itt látható a vendégek csapata: Tóth Véd, Roxin Mile, Lengyel, Kocsis, Szepesi, Kiprich, Kálai, Bóner, Tiszai és Pintér a kezdőcsapatban. Azért néhány kulcsember a cseresorban várja, hogy esetleg bevessék Várira, Tamásira és Nagyra a három paksi kölcsönjátékosra, valamint Bétót Balázsra gondolok. A Ferencvárosban Ranilovics Véd, Otten Schwab, Perics, Menyhárt, Busai Grúz, Jenner Csukics, Orosz és Szomália alkotja a kezdőcsapatot. Tehát a kezdő 11 tagja az a Szomália, aki az első két ligakupa találkozón eredményes volt, az MTK ellen ő szerezte a meccs egyetlen gólját, a Kecskemét ellen pedig rajta kívül Böde is betalált. Egyébként azokat a mérkőzéseket egyértelműen a csapat építésére használta, és a játékosok jobb megismerésére Ricardo Moniz, aki nem sokkal korábban érkezett ide Magyarországra a Ferencvároshoz. Pedig csapta el a labdát. Orosz belül játszik, hiszen Jenner és Szomália a két szélső a Fradiban. Felállás tehát nem váltottak. Hú, mekkora gól közben! A mindenség itt Szepesi Róbert góljával vezet a Szolnok. Az első kapura lövés Szepesi köszönbe. Itt van egyébként az édesapja, találkoztam vele. Egyrészt ferencvárosi kötődése is van, másrészt pedig nyilván elsősorban a fia miatt jött ki a mérkőzésre. Megérte neki. És éppen neki integet Szepesi Róbert. Óriási gólt rúgott. Nem nagyon támadják, de van ez vagy 30 méter, de legalábbis közel 30. Lehet, hogy nem vették el elég komolyan, pedig kellett volna. Szolnoki előny tehát, meglehetősen gyorsan. 11. perc, kapura lövi Mile, pontosabban kapu fölé. Ügyesen. Eddig. Csukics estében is jól. Jön a kapus, de félúton van, Jenner emeli át. De távol járt összességében attól, hogy gólt szerezzen. Amikor elhagyta a lábát a labda, akkor veszélyesebbnek tűnt még. Ezzel együtt Tóth Zoltán nem igazán találta el az ütemet. Menyhárt. Szomália elindult volna inkább, nem rövid passzra számított. Mile és Orosz, aztán még egy párharc, Busai nyeri. Pericset viszont megelőzik, Perics szúr még oda, Szomália. Őt viszont nehéz lesz utolérni. Szomália, Roxinnak sikerül, kibillenti az egyensúlyából. 11-est ad a játékvezető, és piros lapot Roxinnak. Egyenlíthet a Ferencváros, és 10 maradnak a szolnokiak a 19. perc végén. Nagyon határozott volt a játékvezető, és hogyha lefújta, akkor pirosat kellett adnia. Ez nem volt des, az biztos. Pericshez szemfülessége révén, meg némi szerencse árán került vissza a labda. Volt egy lökés kétség kívül. Jön tehát a büntető. Úgy látom, hogy Perics készülődik. Huszadik perc a mérkőzésen. Tóthról kijön. Ez van benn. Szegény Tóthnak pekje volt. A Fradinak meg többször is szerencséje. Egyrészt, amikor ott Perics még meg tudta játszani Szomáliát. Meg most, hogy másodszor is lehetősége adódott, hogy bevegye az ellenfél kapuját. Ez
ezzel a góllal, tehát 1-1. A bajnokságban egyébként az Eger elleni mérkőzésen lőtt be egy büntetőt a Fradi színeiben Perics. Lehúzódott hátra, de Szomália, és Szomália lép ki. Ez most tiszta szép becsúszás, Kiprich. Játszott a Budapest első osztályban, a Mac csapatában, de aztán volt a Békés Csaba, Orosháza, Vác, Videóton, Tatabánya, Újpest. Klubsor labdarúgója is. Ott nem kellett volna trükközni, egy labda átvétel, és egy lövés többet ért volna Perics számára. Menyhárt, szöglet, harmadik sarokrúgása. Orosz, belevetődnek. Kiprich volt az. Orosz várja ott a 16-os csücske környékén ezeket a labdákat, melyek mindenki feje fölött átmennek esetleg. Bonner. Tisza rúgja keresztbe, látszólag céltalanul. Szomália. Kálai lepattan róla, Szomália kiugratása Pericsnek. Oda csúszik Kiprich, és tovább engedi a játékvezető. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy jó döntést hozva ezzel. Itt a becsúszás és a buktatás már a 16-oson belül. Ez számomra egyértelműbb piros lap és 11-es volt, mint az első, amit befújt a játékvezető. Teljesen visszahúzódik, területet szűkít a Szolnok. Otten. Csukics. Jenner lép be. Ez szép volt. Egy-két méterrel mellé ment ugyan Jenner tekerését követően a labda, de ahogy visszalépett érte, és egy átvétel után ballal egyből kapura tekerte, az valóban ügyes megoldás. Jenner. Az volt, nem sokkal ment fölé a csúsztatás után a labda. 1-1 az állát, és Busai volt egyébként, aki fejelt, szóval vezetett egy óriási Szepesi góllal a vendégcsapat, de aztán a kiállítás és a 11-es sok mindent megváltoztatott. 51. perc, Jenner ezúttal is. Ott ennek magas. Grúz fejelte vissza egyébként, Jenner élesen. Aztán már hátra teszi Menyhárt. Elindult ott, és üti a labdát, pont Oroszhoz. Orosz! Jó elképzelés volt, hiszen ívelten próbálta kapura küldeni a labdát, hogy a hátrafutó védők, illetve a visszafutó kapus se érje azt el. Így nem is volt rá szükség, hogy elérjék, hiszen egy picivel fölé ment. Ott már csapódik lefelé. Később a kelleténél. Bonner veszi le, aztán Schwab közben nyúl. Orosz. Csukics egy gyors labda kihozatal a középpályát, itt most gyorsan átjátszák. Csukics. Szomália jobb oldalon. Jenneré azonban a labda. Jenner. Tóth üti ki. Így sem sokkal ment egyébként mellé. Első blikre jön a 8. hazai szöglet. Bizony nem sokkal került el az alsó sarkot, és ugyanez a túloldalról. Hát azért megtette azt ott, amit meg kellett tennie. Jenner. Visszakerül hozzá. Ez már ígéretesebb, Szomália elől csúsztatják el. Jenner kapásra. Inkább átveszi Csukics, aztán lövi. Szépen hajtották végre összességeben, mind Jenner, mind pedig Csukics. Otten. Csukics. Perics veszi át a les határon. Perics! Tóth nagyon nagyot védett.
kiválóan véd egyébként a szolnoki kapus. Schwab. Itt a kiugratás nem volt les. A bal oldalon belógott Pintér, ha jól látom. Otten. Csukics. Vissza mellett visszateszi a jobb lábára Tóth. Jenner Pintérre viszi rá. Aztán az emelés Perics. Leginkább rajta múlott, hogy ebből nem lett gól. A második nagy lehetősége ebben a félidőben Pericsnek. Tökéletes volt Jenner beadása. Egyszer Tóth védett, most meg Perics néhány centit tévedett. Így Tiszának kell visszaszerezni azt, amit ő adott el. Schwab. Jön a kapus. Máté, még nincs a helyén Tóth Zoltán. De egyelőre nincs is ott rá szükség. Végigurult egy-két karon a labda. Most viszont már nála a labda. Schwab. Jól indul el, Schwab. Őt megállítják az akciót, nem? Máté. Jön a kapus, Máté! És mellé megy. És nem látott szabálytalanságot a játékvezető a ferencvárosi szurkolókkal ellentétben. Ott megint rosszul jött, úgy, mint az első félidőben, és egy Kipri eltalálta-e Mátét, azt legfeljebb csak sejthetjük. Innen már látjuk is. Elfejeli a labdát Máté, és aztán érkezik Kipri, és ha jól látom, akkor Melber rúgja ellenfelét. Íme még egyszer. Menj hárt. Csukics. Nagy labda lehetett volna. Otten közben Ricardo Monizzal szólalkozik össze, és be is zavarta az öltözőbe őt Moniz. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy Otten számára ez a kezdőcsapatba vezető út. Tóth Zoltán! Megint egy nagy védés. Kis hiányomban gólt szerzett a most beállt Belicki. Érdekes, mert amikor ide került Moniz, Otten azonnal visszakerült a csapatba, Détárinál elveszítette a helyét már az utolsó néhány mérkőzésre, és a meghosszabbított kezének tűnt tulajdonképpen az új edzőnek. Kiváló kiugratás Belicki középre, de nagy passz volt, kezezés! Ott nem lehet már előnyszabályt adni. Piros lap ez is, és 11-es. Kipri a második piros lapot érő szabálytalansága, és 11-est érő szabálytalansága már valóban piros és büntető. Ezúttal azonban nem tehetett mást, itt elszámolják magukat, Bétót mögül kilép Belicki, ez nagyon nagy passz, és hiába ér hozzá Tóth, eljutott volna a kapuba a labda, hogyha Kipri nem kap bele kézzel. Máté végzi majd el a 11-est. Nem állt tehát most oda Perics, aki az elsőt kihagyta, de a kipattanót berúgta. Az utolsó pillanatokban mégiscsak megszerezheti a győztes gólt a Ferencváros. Azért kell várni egyébként még, mert Kipri még nem hagyta el a pályát. Az ellenfél alapvonalánál tart éppen. Most viszont már nincs akadálya a büntető elvégzésének. Máté keményen, pontosan 2-1. Csereként beállva tehát Máté eredményes. A Fradi pedig úgy fest, harmadik ligakupa mérkőzését is megnyeri majd. Tóth ezúttal a másik irányba vetődött.
innen már alig, ha veszít pontot, pontokat a Fradi. 3 perc a ráadás, Máté közben kap egy sárga lapot, ezért a gól örömért. Kiszenvedték ezt. A létszám fölényben küzdve tulajdonképpen egy kapuzott a Ferencváros a teljes második félidő során. Tisza. Ó, de szép volt, nem sokkal ment ám fölé. Ez kétségkívül egyenlítési lehetőség volt. Cruz, és itt a vége. A 3 pontot ezen a Liga Kupa mérkőzésen is megszerzi a Ferencváros, tehát az MTK 1-0-ás és a Kecskemét 2-1-es legyőzését követően ugyancsak 2-1-re a Szolnokot is legyőzi a Fradi. Pontovics Ferenc csapata sokat tett azért, hogy ponttal távozzon az Albert Stadionból, de az első kiállítás jelentősen megnehezítette a vendégcsapat dolgát, ugye akkor jött az egyenlítés is Szepesi bombáját követően, aztán a második kiállítás, mondhatjuk nyugodtan, megpecsételte a sorsukat, hiszen azzal együtt már jött az újabb büntető, amelyet Máté János váltott gólra. Láthatóan nagy örömöt váltott ki Ricardo Moniznál is a győzelem, de Máté Jánosnál is, aki már érkezik is Szekeres Péter kollégám közelébe, úgyhogy rövidesen meghallgatjuk, hogyan látta a gólszerző, a győztes gólszerző Máté János a meccset. Köszönöm szépen, Krisztián. Hát végül győztes gólt szereztél, de nagyon nehezen jött össze ez a győzelem. Üdvözlök mindenkit. Hát igen, egy felállt védelem ellen kellett játszani az egész meccs alatt, és ez nem túl egyszerű feltörni az ellenfél védelmét. Végül sikerült az utolsó percekbe is, és kihasználtuk a helyzeteinket. Valóban nem könnyű feltörni az ellenfél védelmét, de hát egyen kevesebben voltak a pályán. Így van, de a maradék 9 játékos tömörült az ellenfél kapuja előtt, és azért 9 embert feltörni nem egyszerű. Tehát úgy gondolom, hogy így is vértizzadtunk ezzel a meccsen, és sikerült begyűjteni a 3 pontot. Örülök, hogy maradtunk 100%-osak a Liga Kupában. Végül még egy 11-essel tudtatok nyerni ugye a második a mérkőzésen, de azért volt még lehetőség arra, hogy esetleg befújjon a játékvezető nektek 11-est. Igen, mégis 11-esen nyertünk, de hogyha az ellenfél játékosa nem ér kézzel a labdával, akkor az akciógól lett volna, tehát kézzel akadályozta meg a második gólunkat, az, hogy belejött kézzel, és ezzel kivette a lövésemet, aztán büntetőből értékesítettem. Úgy gondolom, hogy ez már nem osztott, nem szólzott, tehát a lényeg az, hogy gól lett. Köszönöm szépen, és gratulálok azért a győzelemhez természetesen, János. És érkezik hozzám a győztes tréner. A legfontosabb kérdés az, hogy hát nagyon nehezen jött össze ez a győzelem, ugye 10 ember ellen, végül is 2 csatárral a végén már. Mi volt az oka, hogy ennyire nem jött meg a góllövőked? It was a mühsame overwinning. In the last phase waren we met 2 spitsen vooraan. Waarom was het zo moeilijk tegen die man? Omdat wij niet goed zijn op 99%. En dat kan je 100 keer zeggen. We zijn alleen top als we 100% zijn. Dan zijn we nog niet top, maar nu hebben we een kans. Op 99% is het niet genoeg. En we hebben heel weinig intrinsieke, hoe zeg je dat, drive op dat moment dat het vastloopt om elkaar in de wedstrijd te brengen. En dat is wat me het meeste stoort. Tehát nagyon fontos, hogy 100%-ot kell nyújtani minden meccsen, a 99% az nem elég. Ezt meg kell érteni a játékosoknak, ebben ma nem voltunk jók, tehát sokkal többet kell kihozni magukból, hogy egymást tudják stimulálni, hogy jobb teljesítmény nyújtsanak. Mennyire publikus, hogy Mark Otten nevű volt ez az összeszólalkozás, ami alapján ugye rögtön lehozta a pályáról? What was the affair met Mark? Otten. Nou, dat is iets wat ik intern bespreek. Dat is niks voor de buitenwacht. Dat wordt intern besproken. Dat is nam ook uw wilagla tartoz ik eerst maar weg bij zeker zo te zeggen. Dan komt wel een probleem, zeg Serint. Er is een probleem dan? Nee, er is nooit een probleem. Je moet altijd weer altijd het positieve eruit halen. Dat mag ik proberen een positief doel wat kihozni a dolgo. Köszönöm szépen, Csaba, gratulálok a győzelemhez, és akkor természetesen a másik oldal. Hát nagyon úgy nézett ki a 88. percig, hogy hősként jöhet le a csapat a pályáról, sikerült 10 emberrel kiúzni a döntetlen, de hát végül is ugye a szabálytalanság, amikor ott a 11-esen belül volt, a végül is megint megpecsételte a Szolnok sorsát. Igen, gratulálunk a Fradinak a győzelemhez. Úgy gondolom, hogy szervezettek voltunk, akciógólt nem tudtak ellenünk elérni, csak 2 büntető, illetve 2 kiállítás után. Úgyhogy gratulálok a saját játékosaimnak, mert nagyon szervezetten és becsületesen álltak hozzá a játékhoz, a mérkőzéshez.